melyik voltak az első jelentősebb szerepeim? A legelső főszerepem az a Jónás, aki a Cet hajrongában ért című filmben volt. Egy koncentrációs táborban játszódó filmben alakítottam egy kis fiút. Ez volt a legelső főszerepem. És hogyan tekintesz vissza a kezdeti munkásságodra? Hát az elején, amikor én elkezdtem szinkronizálni, akkor azt éreztem, nagyon sokan mondták, hogy azok, akik gyerekkorukban elkezdenek szinkronizálni, azoknak elveszik a gyerekkoruk. És valahogy én ezt soha nem éreztem. Én azt éreztem, hogy bekerültem egy nagyon klassz világba, ahol fantasztikus emberekkel találkozhatok, olyan filmeket csinálhatok, amelyeket én is szeretek egyébként nézni, és egyáltalán nem érzem azt, hogy elveszett volna a gyerekkorom. Nyilván visszatekintve az akkori munkáimra, benne van az, hogy még gyerek voltam, és így minőségileg nem is annyira szeretem őket megítélni, de azt tudom, hogy akkor, amikor ott voltam, akkor nagyon élveztem. És mint gyerekként szinkronizálta a Clint Eastwood rendezte Tökéletes világban. Igen. Itt volt lehetőséged együtt dolgozni Sörös Sándorral és Gáfi Oszkárral? Igen, volt olyan forgatási nap, amikor mi találkoztunk és együtt dolgoztunk. Az egy nagyon jó élmény volt, de nyilván ez úgy néz ki, hogy egy gyerek ezekre a színészekre, akiknek csak a nevét hallja, vagy esetleg úgy találkozott vele, hogy színpadon látta. Ez mindig egy nagy élmény, hiszen ők az igazi nagyok, akiktől lehet egyrészt nagyon sokat tanulni, másrészt meg egy megtisztelő dolog, hogy együtt dolgozhatok velük. A Troncsirákban nem volt egy nagy szerepe, nem tudom, erre emlékszel, Tucker és Dale monoszellem? Nem. Nem emlékszel? Nem. Nem, mondta, mi ez a film? Troncsirák, ez lett a magyar címe. Aha. És van benne két teljesen normális fickó, akik találkoznak az erdőben egy csapat fiatalral, uh-huh. akik azt hiszik, hogy meg akarják őket ölni, és saját magukat ölik meg. Hát tudom, emlékszem erre a filmre, csak nem tudtam, hogy ez lett a magyar címe. Igen, emlékszem erre. És a szinkron rendezője Kemendi Balázs mondta, hogy az elején volt egy műzis jelenet, igen? Amiből te úgy mondtad ki magad, hogy azt mondtad, hogy kézen állok a víz alatt. Igen, tényleg történt ilyen. Igen, emlékszem arra a jelenetre, az volt, hogy valami vízben szórakoznak ott a fiatalok, és mondta Balázs, hogy ide még kellene így, ezt úgy hívják a szakmán belül, hogy nyüsizés, amikor ugye sok fiatal van együtt, és nincsen megírt konkrét szöveg, csak valamilyen hangokat, meg mondatokat kellene oda mondani. És ez különösen nehéz akkor, ezt általában úgy szokták felvenni, hogy minden szereplő akkor egyben ott van, és akkor ugye ezt megcsinálják, mondjuk azt a jelenetet, vagy ezeket a jeleneteket így egymás után, de együtt. És ez nagyon nehéz, akkor szerintem, amikor már föl vannak véve különböző hangok, de egyedül állsz a stúdióban, és akkor hozzáig is kellene valahogy kapcsolódni, de valahogy életszerűvé kellene tenni, stb. És akkor volt az, hogy tudnám kihúzni magam ebből a szituációból, beordítottam, hogy én most kézen állok a víz alatt, ami nyilván akkor a szereplő nem tud kiabálni, meg nem tud beszélni, és akkor így megúsztam azt a jelenetet. De azt hiszem nem is kerültem utána, mert hogy a figurám nem is került utána képre, tehát igazából a szinkronban talán az annyira nem tűnik fel. Igen, és talán az ő halála volt a legszerencsétlenebb, ugye a te karaktered esetben a darálóba, tehát hogy beleugrott a darálóba. Valami rémlik, igen. De visszatérve egyébként erre, azt gondolom, hogy ez a kézen állok a víz alatt azért is fér bele a film. Nyilván, hogyha még egy drámai filmről van szó, akkor az ember ilyet nem csinál. De mivel egy vígjátékról volt szó, azt gondoltam, hogy ez még így belefér. Hát ebben abszolút. Akkor vígjáték Shop Stop 2, uh-huh. ami végülis egy
kultuszfilmek mondanak, ahol Jason Bobo filmek. Uh-huh. Te ismerted ezeket a filmeket? Hogyne, nem csak hogy ismertem, én nagyon szerettem ezeket a filmeket, mindegyiket, amit ők készítettek, és a szinkronban ez a jó, hogy az ember találkozhat olyan filmek, benne lehet olyan filmekben, amik aztán esetleg később kultfilmé válnak, vagy ha nem is az eredetiben, de aztán utána mondjuk ugye annak a folytatásában lehet benne, ami meg szintén egy jó dolog, meg megtisztelő. Én bírtam azt a filmet nagyon. Elég szerencsétlen figurát alakítottam. Igen, ilyenekre szoktak kiosztani. De ez engem egyáltalán nem zavar, abszolút tudok velük azonosulni. Igen, az egy ilyen vicces, szegény, szexuálisan frusztrált karakter, aki egyébként meg végtelenül jó lelkű. Úgyhogy az egy jó film volt. És milyen volt visszatérni a Dumb and Dumberbe 20 évvel később? Nagyon jó élmény, nagyon meglepő élmény. Amikor először megkeresett a stúdió, hogy jön a Dumb and Dumber 2, és hogy ugyanazt a figurát kellene alakítanom, aki az első részben voltam, akkor kicsit elbizonytalanodtam, mert én nem emlékeztem arra, hogy én benne lettem volna az első részben. És aztán mondták, hogy de hát te voltál a vak kisfiú a papagájjal, és akkor így hirtelen bennillant, hogy ó, hát persze, ráadásul azért is, mert miután a Dumb and Dumber első része lement a mozikba, meg kikerült DVD-re, én rengetegszer megkaptam ezt a Peti papagájos, vak kisfiús dolgot különböző ismerőseimtől, osztálytársaimtól, barátaimtól, úgyhogy már a Dumb and Dumberrel nem kötöttem össze, de hogy így tényleg. És hogy fölhívtak, és aztán utána kimertem, és ugyanazt a karaktert, meg ugyanazt a figurát csinálhattam, az nagyon jó érzés volt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a stábtagoknak, meg a stúdiónak. És milyen volt hogy Peter Parker bőrében? Így a Pókember rebootjában Andrew Garfield magyar hangjaként. Mennyire ismered a Marvel univerzumot? Nagyon. A Marvel univerzumot imádom. És nagyon szeretem. Én nagy képregény rajongó vagyok. Nem csak Marvel-es képregényeket, vagy nem csak DC komikus képregényeket olvasok, vagy ismerek, hanem azon kívül is nagyon sokat. Nagyon szeretem a képregényeket, és Pókember ilyen szempontból az egy kedvencem volt. Nekem megvolt még a legeslegelső, ami Magyarországon megjelent. Rengeteg Pókember képregényem volt otthon. És amikor hallottam, hogy újra indul a Pókember sorozat, és aztán én megkaptam Andrew Garfieldot, hát az egy fantasztikus érzés volt. Hát Pókembernek lenni a legjobb dolog a világon. Nagyon-nagyon jó volt, és nagyon sajnálom, hogy csak két részt ért meg. Nekem, és persze nyilván elfogult is vagyok, de nekem sokkal jobban tetszett ez a második széria, mint a Tobey Maguire-es. Nagyon örültem, hogy benne lehetek, és nagyon sajnálom, hogy valószínűleg nem lesz több. Nem lesz valami? Én úgy tudom, hogy nem, méghozzá azért nem, és elsős információ, azért nem, mert hogy a Sony megegyezett a Marvel-vel, hogy a Pókemberbe veszik a bosszú állóba. Igen. És én úgy tudom, hogy már azóta az Andrew Garfieldnak meg is köszönték a közreműködést, és új Pókembert fognak választani. Akkor ez egy harmadik szériai belőle. Igen, ezek szerint igen. Akkor ezek szerint ezt moziban is megnézted később? Igen. Hogy ne? Igen. És szinkronnal? Igen. És el tudtál vonatkoztatni a munkáktól? Én azt gondolom, hogy egy szinkron akkor jó, hogyha miután kijövök a filmről, akkor eszembe sem jut, hogy ezt eredeti nyelven láttam, vagy szinkronizáltam. Nyilván a saját munkáimnál ilyenkor egy kicsit más, mert túl azon, hogy kíváncsi vagyok a filmre egyben, és szeretném moziban megnézni, tehát mozi amiként átélni. Az ember nem tud elvonatkoztatni attól, hogy figyeli, hogy jó, ez jó hangsúly volt, ez elég jó volt, elég jól mondtam el, úgy mondtam, ahogy kellett. Megállja a film kontextusában a helyét, stb. De én nem szeretek véleményt mondani magamról, hogy hát
nagyon jó volt, hogy nem volt annyira jó. Nagyon remélem, hogy a nézőknek tetszett. És nagyon remélem, hogy úgy vélték, hogy úgy vélik, hogy jó volt a pókembernek, Andrew Garfield, mint. És ez is hangcastingos volt? Ha jól emlékszem, akkor igen. Igen. És egy másik sikerfilm, az Alkonyat, abban is benne voltál, uh-huh. egy kisebb szerepben. Uh-huh. Mi a véleményed a filmet övező rajongásról? Oh. Én az Alkonyat című filmmel, pontosabban a történettel, én az Egyesült Államokban találkoztam, tehát akkor még a film nem is készült el, amikor én kijártam Kanadában, és akkor mondták, hogy van ez a Twilight című könyv, amit a Stephanie Meyer írt, és hogy ez mennyire jó, és hogy mennyire megfogta a fiatalokat, és tulajdonképpen egy ilyen sikerkönyv lett belőle. És aztán pár évre rá jött ki a film. Én nagyon szeretem a vámpíros filmeket, történeteket, sorozatokat. Kicsit sajnálom, hogy nem találkoztam még igazán jó vámpíros filmmel. Tehát, hogy ami számomra a legemlékezetesebb, vagy a legjobb az a Penge című film volt. Azt én nagyon, az első rész, azt én nagyon szerettem. És azt éreztem, hogy az Alkonyat, meg értem a kapcsolódást a fiataloknak, meg ez a romantikus szál, stb. Nem az én világom, de azt hiszem nagyon nehéz megmondani a mai világban, hogy mitől lesz valami hirtelen egy sikerfilm, vagy egy sikertörténet. És érdekes, mert nem tudom, hogy a mai napig sikertörténete. Szerintem az Alkonyatnak volt egy ilyen nagyon erőteljes, gyors felívelése, és aztán utána egy ugyanolyan gyors lecsengése. Azt hiszem. Tehát elképzelhető, hogy már nem is rajonganak érte annyian. Én azt gondolom, hogy igen. Milyen színésznek tartod Michael Cera-t? Ja, jól emlékszem, az első film, amiben csináltad, az a Juno volt, amiben fiatalom apává vált. Igen. És utána később jött a Superbad, ami már inkább tinikomédia. Igen. Volt a Rázongó ifjúság, amiben kitalált magának egy alter egót. Igen. És a Scott Pilgrim. Igen. Aminek nagyon egyedi stílusa van. Igen. Talán az a színész, akit én a legtöbbször szinkronizáltam, ő Michael Cera, akit hát legelőször, igen, lehetséges, hogy a Juno-ban szinkronizáltam először, és aztán jött a Superbad, én nagyon szerettem a Superbad-et, ott a két partnerem, ugye egy hárman mennek valahova az éjszakába bulizni, vagy pontosabban el akarnak jutni egy partira, és különböző kalandokba keverednek, és a másik két karaktert, a Svetlana Balázs és a Tóth Barna csinálta, hát imádtam őket, imádtam, és imádtam azt a filmet is, hát szerintem nagyon-nagyon jó volt. És aztán utána jött igen a Lázongói ifjúság, a Scott Pilgrim, ami ugye egy képregényből készült film, úgyhogy ezt a stílust próbálták átvinni filmre. Én a Michael Cera-ról azt gondolom, hogy ő beleragadt egyfajta ilyen skatujába, tehát hogy nem nagyon csinál más dolgokat a különböző filmjeiben. De ugyanakkor meg én szeretem azokat a filmeket, amiket csinált, és szeretem őt is szinkronizálni. Szerintem jó és emlékezetes filmek számomra ezek. Van még egy színész, akit többször szinkronizáltál, ha jól ejtem a nevét, akkor DJ Walsh. DJ Walsh. Uh-huh. Először az Új fiúban, uh-huh. jól emlékszem, és később ugye Breyer Zoltán után te vetted át a Kultúra 2-ben. Igen. Őt milyen színésznek tartod, illetve mennyire jönnek a filmjei? Szinkronizáltam egy párszor DJ Qualls-t is, és
mondom, hogy megjelenésében is egy szerintem már ott azonnal egy ilyen extrém karakter, és ezeket hozza a filmjeiben is. Mindig érdekes kihívás, hogyha a Michael Cimiától DJ Qualsig nézzük a különböző karaktereket, meg színészeket, tök jó mindig mást. Tehát, hogy más színészhez más hangot, más karaktert, más megszólalást csinálni, ez mindig egy ilyen érdekes dolog, meg egy ilyen érdekes kihívás. És ezért is említettem a John Cena mozdulatát, és a Kofi Kingston-nél ez szintén igaz, hogy próbáltunk olyanokat keresni, ami jelentéstartalmában nyilván megegyezik, de ugyanakkor meg magyarul is jól hangzik. Szerintem nem elvárás, vagy legalábbis részemről nem elvárás, hogy egy fordító mindent tudjon és mindennel kapcsolatban képben legyen, de szerintem ezért is nagyon jó, hogy az internet korszakát éljük, és tulajdonképpen az interneten mindennek utána lehet nézni.